A Madrid melletti Guadalajara adott otthont a 16. IKF Kempó világbajnokságnak és világkupának, amelyen 40 ország több mint 700 versenyzője lépett küzdőtérre. A 16 év alattiak a világkupáért, az idősebbek a világbajnoki címért harcoltak. A háromnapos viadalon minden nap más versenyszámokban küzdöttek a versenyzők. A 31 kempóst számláló magyar válogatottban 80 képviselték az újfehértói színeket. A cél az mindenképpen a dobogóra jutás volt, minél több fényesebb aranyérmet, meg ezüst, bronzérmet szerettünk volna elérni, ami sikerült is. Nagyon büszke vagyok a csapatomra, mert tényleg mindenkinek sikerült dobogóra állni. Köztünk négyen a világ legjobbjai is tudtak lenni. A többiek is szerintem egy világbajnoki szintet hoztak. Rengeteg nagyon jó felkészült harcos volt, sokan is voltak, felkészültek is voltak, kemény, erős mezőny volt, de szerintem méltó módon helyt álltunk és képviseltük a hazánkat. Büszke vagyok a tanítványomra, mert tényleg egy nagyon erős felkészülésen vagyunk túl, sok versenyen, pont versenyeken, hogy kiválogassanak minket. Szerintem teljesítettük, sokan is kijutottunk, ami szintén szerintem büszkeség új féltónak, és mindenki dobogóra is került. Kriston Csaba, Kriston Zsolt, Fazekas Marcell, Kis Krisztián László felállhatott a dobogó legmagasabb fokára, és az aranyak mellett ezüst, valamint bronzérmeket is szereztek. Ezüstökkel, illetve bronzokkal tért haza Spanyolországból Szabó Tibor, Benedek Pásztor Ádám, Zilai Zétény és Zilai Sándor. A csapatversenyben Románia és Spanyolország mögött a harmadik helyet szerezte meg a magyar válogatott. A versenyzőket és edzőiket hétfőn köszöntötték a megyeházán. Ez mindenképpen sokat elárul Újfehértónak a sporthoz való hozzáállásáról, hiszen hogyha nem lenne meg az a támogatói háttér, amely legyen akár szülői támogatói háttér, az önkormányzat támogató háttere, akkor biztos, hogy nem lehetne ilyen sikereket elérni. Adottak a lehetőségek, és szeretnének is, úgy látom, hogy élni ezekkel a lehetőségekkel a helyiek. A Szabolcs-Szatmár-Beleg megyei önkormányzatnak pedig az a dolga, hogy minél a saját eszközeinkkel minél jobban igyekezzünk őket segíteni és támogatni. Ha mással nem, legalább azzal, hogy akkor erkölcsileg is elismerjük őket, és természetesen biztosítjuk azt a lehetőséget, hogy minél többször és minél nagyobb sikerekről tudjanak beszámolni, akár a megyei televízió keretein belül is. Az újfehértói kempusok folytatják a felkészülést, mivel következnek az országos bajnoki fordulók. Október 6-án Újfehértón már 5. alkalommal rendezik meg az Izsó Mihály emlékversenyt, október végén pedig a lisszaboni Európa-bajnokságon gyarapíthatják érmeik számát az újfehértói kempusok.